Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, a második, hogy hogyan érzi magát, és a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Tulajdonképpen nem tudja, hogy mit akar, hiszen a felhő azt jelenti, hogy valami még számára átláthatatlan. Lehet, hogy később fog döntéseket hozni, és várakozik, hogy ez a felhő, ez az időszak elmúljon. Hogyan érzi magát? Hát itt van a terüly-terüly asztalkám. Ő hisz abban, hogy itt lesz nyeremény, mindazt megkapja, ami értékes számára. Ez lehet a ti párkapcsolatotok is. De hogy hogyan érje el ezt a gazdagságot, itt megjelenik a felhő, ezt még nem tudja, hiszen valami még átláthatatlan. Mit fog tenni? Írni fog, jelentkezni fog, átnyújt számodra valamit, tehát számára fontos a kapcsolat. Az is lehet, hogy tisztázni akar valamit veled, bizonyos dolgokat, ami számára még átláthatatlan, vagy tudni akarja, hogy mi a te terved. És mi fűz össze benneteket? Az utak. Az utak az azt jelenti, hogy a sors utatok kereszteződött, tehát tudja, hogy ez a találkozás nem volt véletlen. Az utak jelentik a döntéseket is. Lehet, hogy megkérdezi azt, hogy hogyan tovább, mi a te elképzelésed, hiszen nála itt van a felhő, ő nem tudja, hogy milyen irányba kellene mozogni, tehát kikéri majd a tanácsodat, vagy majd azt akarja, hogy te hozz döntéseket, és ő követ téged. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!